Nem a jövőben, nem jövőre, hanem gyakorlatilag azonnal változtatnunk kell a vízkezelésünkön. A csapadék mennyisége nagyban függ attól, hogy mennyi víz van a tájban, ezért a leeső csapadék és a meglévő vízkészleteink megóvására, céltudatos hasznosítására kell törekedni, főleg az aszályos időszakban. Első körben azon kell nagyon intenzíven dolgoznunk, hogy amikor érkezik majd valamennyi csapadék, akár az őszi időben, vagy bármikor ezután, annak megtaláljuk a helyét, akár a saját területeinken, akár a közterületeken, és a várost környező területeken. Tehát itt gondolok arra, hogy a csapadékvizet megtartjuk, gondolok itt arra, hogy a tisztított szennyvizet is meg kell, hogy tartsuk, mert tehát innentől kezdve semmit nem szabad elengednünk, mert ugye minden hiányzik innen. Az egyre szárazabb időszakokkal számolva két fő feladatunk van, hogy megtartsuk a vizet, ami csapadék formájában érkezik hozzánk, és hogy megtaláljuk azokat a növényeket, amik ellenállóbbak az aszállyal szemben. Át kell, hogy alakítsuk a zöld felületeinknek a kezelését, akár tehát bármilyen előbb említett helyszínen, ahol ugye a víz megtartást, ezt a kék és zöld infrastruktúrákat össze kell, hogy hozzuk. Tehát a vizet, azt a zöld felületeinken kell, hogy megtartsuk. Erre jó módszer az úgynevezett esőkert létrehozása. Ami nagyon fontos, hogy a természetet próbáljuk megutánozni, és egy nagyon jó választás lehet az őshonos növényünk, ami egyébként gyepalkotó is ezeken az alföldi területeken. Amikor mi ide költöztünk, itt egy teljesen burkolt felület volt, egy vendéglátóegységnek volt a burkolata, és innen a házunkról lefolyó összes víz, az összegyűlt az összes többi szomszédtól összegyűlő vízzel, és a kettővel, hárommal arrébb lévő szomszédunk pincéjébe kötött ki, tehát ott ilyen 70 centi magasságú víz is volt ilyen villámáradáskor. Ugye azok a vizek, amik kijönnek az utcára, összegyűlnek, és utána valakinél meg gondot okoznak. És ugye bennünk is ez volt az indítatás, hogy ne okozzunk másnak gondot. És ugye azért kezdtük el ezt a területet más gondolatokkal felruházni. Ugye van egy egyeztetés, tehát amikor ugye az ember bármit szeretne a ház előtt a közterületen elvégezni, akkor kell egy közútkezelői, meg egy főkertészi egyeztetés, hogyha zöld növényzetet is érint. Ugye a kocsi bejárók azok a helyi rendeleti szabályozás szerint 6 méternél szélesebbek nem lehetnek. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy ugye ezeken a területeken sokkal nagyobb burkolatok vannak, onnan lefolyik a víz, és az gondot okoz, tehát nincs beszivárgás. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy minél kevesebb területet burkoljunk, mert annál kevesebb hőszigetünk van, és annál több olyan felületünk, amivel tudunk akár segíteni az élővilágnak. Farkas Barta Kata esőkertje ott jártunkkor is sok beporzó rovart vonzott, a sokszínű növények között pedig már olyanok is megjelentek, amiket nem ők ültettek oda. Bekerülhetnek olyan növények is, amelyeket egyébként nem mi ültettünk, de ezekből például nem kell kigyomlálnunk, hanem itt hagyhatjuk őket, tehát ezek a növények is például így települtek be, és elég szép díszítő értékkel bírnak, de ugyanezeket a fajtákat egyébként megvásárolhatjuk ugyanúgy kertészetekben. Farkas Barta Kata erőfeszítései után most már a közútkezelő is tisztában van a technológiával és annak fontosságával. A kijárt úton más vállalkozó szellemű természetbarátok már könnyebben engedélyeztethetik az esőkertjüket. Az Alsószéktói Gerlice utcában a tavalyi útfelújítás alkalmával például 18 darab esőkertet hoztak létre, amiket azóta is gondoznak a lakók. A gyep-tuja kombinációs kerteket tehát el kell felejteni, hagyni kell a növényeket, hogy elszórják a magokat, hagyni kell a természetet burjánzani. A gyep sem divers, tehát ott sincs, meg eleve folyamatosan nyírva van, így nem jó az élővilág számára, tehát itt tudjuk azt tenni, hogy ami területek vannak, azokat ritkábban nyírjuk, hagyjuk, hogy a természetes vegetáció valamilyen szinten bekerüljön, és amit használunk, azt intenzíven benyírjuk, vagy akár vadvirágmagokat gyűjthetünk, és azt beszórhatjuk a saját kertünkbe, tehát akkor is egy ilyen diverzebb élővilágot, vagy mondjuk ezeknek a gyepi alkotóknak nagy része elérhető kertészetekben megvásárolható, és azokkal telepítünk be, de ha cserjéket ültetünk és fákat ültetünk, az is nagyon fontos. Az esőkerteknek könnyű helyet találni, ugyanis az egyre szárazabb időszakok miatt le kell mondjunk az úgynevezett angol gyepekről, ezeknek a helyét nagy biodiverzitású gyepekkel, hogy átvegyék. Azok az angol gyepek, amelyek itt nem erre a klímára vagyok egyébként sem, azoknak a fenntartása az most már nem az, ami ezt a klímát
engedi. Tehát, hogyha ha szeretnénk is ilyen területeket, akár akkor csak ott, ahol funkcionálisan van indoka, tehát mit tudom én, a gyerek szeretne focizni, azt megtartjuk, de egyébként meg a telkünkön az összes többi részt azt érdemesebb egy sokkal nagyobb és ellenálló vegetációval borítani. Aki nem szeretne ilyen nagyobb volumenű átalakításba kezdeni, annak is van lehetősége hozzájárulni a víz megtartáshoz. Nagyon sok megoldás van, tehát hogy kivesszük az útpatka szegélyeket, és hogy be tudjon folyni egy mélyebb területre a víz, ha mélyebb a terület, ha nem, akkor mondjuk érdemes rajta mélyíteni. Ami nagyon jó megoldás lehet, hogy ilyen kis mini erdőket hozunk létre, amelyek a vízkezelésre vannak berendezkedve, mert ott ugye hasznosítják a vizet, és utána visszajuttatják a körforgásba, és akkor ugye a csapadéknak az intenzitása, meg a mennyisége is nőni tud ettől. Akkor ugye vannak az esőkertek, mint olyan megoldások, de ugye a saját kertjeinkben is, hogyha mondjuk esetlegesen mulcsolunk, akkor nagyon-nagyon sok vizet meg tudunk tartani a talajban, mert ugye nem párolok ki annyira. Érdemes tehát valamelyik megoldást kiválasztani. Az esőkertek ráadásul nem csak a természet, a víz megtartás számára hasznosak, hanem szépek a szemnek is, hiszen könnyen kialakíthatunk olyan verziót, amiben szinte egész évben virágzik valamelyik növény.